A hagyományokhoz híven az ünnepi misét és istentiszteletet követően csendes megemlékezéssel tisztelegtek a nemzet költője Petőfi Sándor előtt Beregszászon. A Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Városi Alapszervezete által szervezett eseményen az egykori királyi kaszinó előtt felállított, teljes alakos szobornál helyezték el az emlékezés koszorúját. Petőfi Sándor a magyarok számára nem csak költő, hanem a nemzet összekovácsolója. Minden magyar poétája, ezért tartjuk fontosnak, hogy nem csak március 15-én, de ma is, születésnapjának évfordulóján is megemlékezzünk róla. Emelte ki Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Városi Alapszervezetének elnöke. Nagyon sok éve, azon kívül, hogy üdvözöljük az új évet, összegyűlünk itt a Petőfi szobornál, és megemlékezünk nemzetünk egyik legnagyobb költőjéről. Ez a mai nap, ez különleges, hiszen 200 éve annak, hogy a költő megszületett. És általában, hogyha Petőfi Sándornak a nevét halljuk, akkor legtöbbünknek elsőre szabadságharcos, a forradalmár jut eszünkbe. De azon kívül, hogy ezekről a témákról írt a költő nagyon sok verset, nagyon sok minden másról is írt. Többek között Istenről, szerelemről, természetről, természet erejéről, haragjáról, és a mindennapi életről is nagyon sok verse jelent meg. És ezért úgy gondolom, hogy bárki, ha kutakodik a költőnek a munkásságában a versei között, akkor talál egy olyan verset, amely a szívéhez közel áll. Ezért van az, hogy immár 200 éve a költőre megemlékezünk, utcák, terek, iskolák vannak róla elnevezve, és szerintem nincs is olyan magyar, aki ne tudna idézni valamelyik verséből egy-két sort.